Vidám Családi Juniális szervezett a Nosztalgia Nyugdíjas Klub az Ajka 60 programsorozat keretében a Bódéi Közösségi Ház melletti parkban június 23-án, ahol a szeles idővel alig törődve unokák és nagyszülők játszottak együtt, illetve élvezték a közös időtöltés kisebb-nagyobb örömeit. Míg a közösségi ház kapujában a gasztronómiáé volt a főszerep pincepörköltel, házi süteményekkel és pogácsával, Szilmeszter Imrénének és csapatának köszönhetően, addig az asztaloknál a beszélgetések és a gyurmából készülő virágok tették kellemesebbé a nem túl nyárias időjárást. Hát megpróbálkozunk mindennel, ami tehetségünk adja. Hát herenden dolgoztunk mind a ketten, én porcelánfestő voltam, Hölgy Ági korongos volt, jobban tudja kloffolni, nekem nagyon fáj az iszületem. Én annyira nem tudom kloffolni, de igyekszem. Úgyhogy tanítjuk itt az ifjúságot. A parkban légvár, lövészet és hoki várt az ifjúságra, így mindenki megtalálhatta a számára legizgalmasabb programot. A gyerekek nyüzsögtek, az idősek pedig táncra perdültek a mulatós dallamokra, így garantált volt a jó hangulat. Elmondanád, hogy hogy érzed magad a mai rendezvényen? Jól. És mit tetszett a legjobban eddig? Pisztoly. Szeretsz lőni? Máskor is lőttél már? Igen. Benkő Barnabás kissé megilletődött, amikor a véleményét kérdeztük, így a kisfiútól csak annyit tudtunk meg, hogy jól érzi magát a rendezvényen, és már arra szólt is vissza a lövészasztalhoz, hogy folytassa a pár perccel korábban elkezdett izgalmas kihívást. Borbé István, a Bódéi Ajka 60 felelőse kérdésünkre elmondta, hogy szerinte a titok a közösségben rejlik, akik mindig értékelik a helyben megvalósuló programokat, bár az időjárás azért keresztül tudja húzni a szabadtéri rendezvények forgatókönyvét, amit szíves vendéglátással igyekeznek áthidalni. Egész év végéig lesz programunk. Szeptember 8-án akkor tervezünk egy születi felvonulást, ami egy nagyobb rendezvény, és november 7-ai megemlékezés, úgyhogy ez egész év végig el fog menni. A kézműves sarokban Burucs néval, Gazsó néval és Sallai János néval beszélgettünk. A szépkorú hölgyek hangsúlyozták, hogy elégedettek, mivel a város figyel az idős korosztályra, és sok lehetőséget biztosít számukra, így az egyedülállók, özvegyek is találnak maguknak tartalmas programokat, ami sokkal jobbá teszi a közérzetüket, hangulatukat. Nagyon jó a város részéről, hogy a nyugdíjas klub nyugdíjasokat ennyire felkarolják, és lehetőséget adnak arra, hogy tudjanak ők is elmenni szórakozni olyan helyre, ahol az egyedülállók is nyugodtan szórakozhatnak, mert ha összeállnak a nők táncolni, a férfiak táncolni, kalákába táncolunk a nyugdíjas bálokba, és ez nagyon jó, és ezek a rendezvények is nagyon-nagyon jó város szerte. Minden részben vannak különböző rendezvények, és a nyugdíjasok ott megjelenhetnek, főzés, mindenféle lehetőség. Úgyhogy nagyon köszönjük a város vezetőségének, hogy ezt részünkre a nyugdíjasoknak lehetővé teszik. Szerintük nyugdíjasként számukra minden adott Ajkán, de a fiatalok támogatását is fontosnak tartják. Külön kiemelték a bölcsöde bővítésének szükségességét. Az apró gyerekekkel való gondoskodás talán, mert nekünk nyugdíjasoknak már azt hiszem minden úgy adott lehetőségekhez képest. Hát nem is tudom, mit lehetne még mondani.